A víz az 21-szer jobban vezeti a test hőjét, mint a levegő. Fontos információk hangoztak el a jégről mentési gyakorlat megkezdése előtt a Bújtosító partján. Ez a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság éves kiképzési tervének része, amelyet minden esetben hosszabb elméleti oktatás előz meg. Ez egy bonyolultabb képzési rendszer, amely a tűzoltóink, hogyha nincs riasztás, akkor bent a laktanyában elméleti és gyakorlati foglalkozásunkon vesznek részt, amelyeket meghatározunk számukra. Egy elméleti képzésben a jégről mentés szabályait találjuk, meg oktatjuk le, milyen eszközökkel, a hőmérsékleti tényezőket figyelembe véve, saját eszközeinkkel, mire vagyunk képesek, a tűzoltás vezetőnek a feladatait, és a kelet-magyarországi speciális mentők búváraival, illetve a saját búvára pedig végrehajtjuk most. Bár a hétköznapok során ritkán kapnak riasztást, az elmúlt hetekben volt rá példa, hogy a szakemberek segítségére volt szükség. Az eset szerencsés végkimenetelő volt, a személynek az ijegységen kívül más baja nem esett. Köszönhető ez a gyors segítségnek, amit ilyenkor kénytelen a jeges vízben megvárni a bajba jutott. Folyamatosan beszakad a jég, mert ugye vékony jég, vastag jégen nem szoktunk beszakadni. Hogyha vékony a jég, akkor megpróbáljuk magunk előtt törni, de ez nagyon-nagyon fájdalmas, ezt is próbáltuk. Ilyenkor, ha nincs más, akkor minél kisebb felülettel érintkezni a vízzel, tehát összehúzni magunkat, tartalékoljunk, spóroljunk hőt. Ezzel, ugye, mert hogyha elkezdünk rúgkapálni, akkor még azt a kevés hőt is, ami körbevesz bennünket, azt is a víz áramlása elviszi tőlünk, tehát hamarabb ki fogunk ülni. Megközelítőleg egyébként egy olyan 5 percet bír egy ember, de mondom, ez attól is függ, hogy milyen ruházat van rajta. A mentőegység tagjának, legyen az hivatásos vagy önkéntes személy, a szaktudás mellett éles helyzetben az adrenalin is sokat segít a hatékony mentésben. Minimális gondolat van itt. Az első az, amikor az ember mindig arra törekszik, hogy egy mentést mielőbb tudjunk megoldani. Itt a jégrőmentésnek, mint imént már mondták a kollégák, nagyon sok esetben az idő a megfelelő ahhoz, hogy minél előbb tudjuk kimenteni. Amikor már egy idő egy kicsit jobban elcsúszódik, akkor az emberi élet is jobban kockáztatva van, hogy éppen életben marad, vagy esetleg maradandó károsodással marad a szervezetének. A Bújtosi tavon jelenleg körülbelül 4 cm vastagságú a jég, amely nem bírja el egy ember súlyát. Ennek ellenére a napokban is volt, aki korcsolyával merészkedett a tó felszínére. Pedig a jégre lépni életveszélyes és tilos. Baj szemtanújaként az első és legfontosabb, hogy hívjuk a 112-es segélyhívót, hiszen a tűzoltók majd a mentők beavatkozására is szükség lehet.